Carthus egy borzalmas lény, ki egykoron halandó volt, azonban annyira megszállottan kutatta a halált, hogy tárt karokkal fogadta annak élőholt ajándékát. Élőholtként Carthus most közelebb került imádott sírhelyéhez, mint azt valaha gondolta. Rég elfeledett mágiának parancsolva azon dolgozik, hogy az egész világgal tudassa, csak a halálban teljesedik ki az élet célja. Carthus már gyerekkorában is fura teremtés volt. Olyan sötétség lakozott benne, melyet nem tudott megtagadni. A fiatal gyermek folyton az árnyékban gubbasztott, és kerülte mások társaságát. Idegenek temetéseire járt el, és beszélt sírköveikhez. Állatok tetemei után kutatott, hogy tartósítsa és tanulmányozza őket, és az évek során borzalmas gyűjteményre tett szert. Carthus önkéntesként jelentkezett a gyengék és haldoklók ápolására, bár célja nem a segítségnyújtás volt, hanem hogy test közelből tapasztalhassa meg azok túlvilágra szenderülését, akiken már nem lehetett segíteni. Végül olyan messze ment, hogy megrendezte halálát, majd saját temetését hatalmas izgalommal lesből figyelte. Mikor a többiek megtudták, mit tett, elszörnyedtek, és onnantól kezdve aztán tényleg minden élő kerülte a társaságát. Elszigeteltsége azonban csak megszállottságát fűtötte. Carthus még mélyebbre ásott a halált célzó kutatásaiban, és felfedezte az árny szigeteket, mely teljesen lenyűgözte őt. Azt beszélik, a holtak szellemei ott bolyonganak élő holtként. A mondáktól ittasan Carthus tudta, fel kell fedeznie e helyet, hogy megbizonyosodjon a legendák valóság tartalmáról. A szigetet elérve Carthus hamar a köd fogságában találta magát, és úgy érezte, végre hazatalált. Mindig is a halál pillanatát kutatta, amikor az élet kihuny, és hirtelen minden értelmet kap. Carthus megtalálta végzetét, örökre hátrahagyja az élők birodalmát. Carthus olyat tett, mint azelőtt még senki, és azon a napon valami felébredt az árnyszigeteken. Önként adta életét. Mikor újra belépett a világra, Carthus saját megszállottságának megtestesítőjévé vált. Egy élő holt, kezében egy kulccsal az élethez és halálhoz, kész elhozni a megváltást a világra. Ez Carthus története. Do you feel a chill?